Ez itt a P8, mai vendégünk Kubatov Gábor, a Fradi elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét! Átadták a Grupa Marinát. Bizonyos szempontból ez egy nagyon hosszú menet volt, más szempontból pedig viharsebesen készült el a létesítmény. Örül, nyugodt, még felajzott. Milyen érzések vannak önben? Nyugodt, felajzott, igen. Ezek az érzések? Abszolút. Azon a bizonyos avató mérkőzésen önt kifütyülték. Ez nem tudom, mennyiben tekinthető, nagyon magyar jelenség, ez kétségtelen, mennyiben tekinthető Fradi jelenségnek. Nem szomorított el ez az esemény? Hát nem, ha elszomorított volna, akkor nem vállaltam volna a Fradi elnökséget. Azért nem, mert idáig én, mondjuk a rendszerváltás óta, hogyha megfigyeljük a Fradi elnököket, idáig még nem volt olyan Fradi elnök, akitnek kívántak volna csodába. Mert volt minden. Furulyás takarodj, szívós takarodj, Berki takarodj, mindenki takarodjon. Úgyhogy a dolog szerintem nem ennyire elkeserítő. De előbb-utóbb el is mente. De a dolog ennyire nem elkeserítő, mert ez csak mondjuk 200 ember volt, aki fütyült. És volt ott jó néhány ezer ember, aki megtapsolt. Ezért aztán olyan komoly konzekvenciát ebből szerintem nem kell levonni. Voltak éppen egy Fradi elnöknek, igaz, benne van a szerződésében, hogy kifütyülhetik, de maga az új stadion, a Grupama Arena, sokan mondják azt, hogy lehetett volna, hogy annak kellett volna lenni egy igazi fradista örömünnepnek. Nyilván ön erre azt mondja, hogy az volt. Mások azt mondják, hogy mégsem az volt, hiszen a szurkolók jó része, a kemény magja ott sem volt. Hát ez tele volt az a szektor, ahol egyébként a kemény mag szokott állni. Nem úgy nagyjából, hanem színültig. Annyi jegyet, amennyit oda el lehetett adni, azt mind adtuk. De nem velük volt tele. Hát miért gondoljuk ezt, hogy nem velük volt tele? Ezek a srácok, próbáljuk meg kifejteni a problémát azon nézőink számára, akik esetleg nem ismerik. A Grupama Arena új biztonsági rendszere miatt nem hajlandók bemenni, ami egy praktikusan egy tenyérszkennert jelent. Mi ez? Az a tenyérszkenner? Ez arra van, hogy 100%-osan beazonosítson embereket. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek van szurkolói kártyája a Ferencvárosnál, mert jó néhány éve divat is volt, és a törvény előírás is az, hogy minden futballstadionban, minden futballcsapatnak kell, hogy legyen egy szurkolói kártyája. Ezzel a két dolgot érünk el. Az egyik az, hogy mindig az az ember megy be, akinek a kártya a nevére szól. Szerintem mi, mondjuk, hogyha lenne szurkolói kártyánk egymás kártyájával, őszhajók vagyunk és körülbelül egy idősek, a nagy valószínűséggel be tudnánk menni. Ez a rendszer ezt kivédi. A másik dolog, amit kivéd, hogy semmiféle indokkal nem lehet beengedni valakit a kapun, mondjuk egy szurkolói kártyával vagy jegy nélkül. Ez egy olyan rendszer, ahol a biztonsági embereket is ellenőrzi, mert csak azok jöhetnek be, akinek szurkolói kártyája van, és érvényes jegye is van, és azokat az embereket, akik tényleg jogosultak oda belépni. Ez a problémakör, amelynek a megoldására a vénaszkennert kitalálták, milyen nagyságrendű? 10 ember ment így be? 50? 100? 1000? Hát én egy példát tudok mondani, volt egy viszonylag botrányos Újpest meccsünk, ahol a szurkolók betörtek a pályára, és jó néhány szurkoló föl is került a police.hu-ra. Nagyon kínos helyzet volt, és ott kiderült, hogy a betörő szurkolóknak egy jelentős résznek több mint 50%-ának nem volt jegye. És én azt nem akarom nyomozgatni, hogy ez hogy történt, hogy bemásztak a kerítésen, a Puskás stadionban ez lehetséges. Bejöttek a hátsó kapukon, megfizettek biztonsági embereket, nem akarok nyomozgatni, csak azt tudom, hogy én Fradi elnökként azért vagyok felelős, hogy aki a mi stadionunkba belép, annak mindenkinek legyen jegye. Ez a rendszer ezt rendbe teszi, ezt a problémakört. Kétségkívül, de nem túl nagy áldozatokkal? Az áldozatot úgy értem, hogy... Ön szerint hány ember zavar ez mondjuk százalékban a fradi szurkolók közül? Nem tudom. Kicsit több, mint 10%-ot. A Fradit mi mérjük belül. Van egy mérési rendszerünk, ahol interneten keresztül lehet választ adni. 6000 válaszadó adott választ. Ez nem egy tudományos mérés, de azért 6000 embernek a véleménye azért már az egy komoly vélemény. Ott 11%-ot zavar egyébként az, hogy vénaszkenner van.
Nagyon jó, akkor a többieket nem zavarja. Nézzük ezt a 10%-ot, vagy 11%-ot, akik be sem mennek emiatt. Ők több dolgot állítanak. Az egyik az, hogy ők a Ferencváros, ebben nincs igazuk. Ez egészen könnyen belátható. A másik dolog, de valószínűleg az első pont inkább egy ilyen retorikai túlzás. A második, amit állítanak, ők voltak ott a csapattal mindenhol. Otthon, idegenben, MB2-ben, leghűségesebb, legkitartóbb, legkeményebb szurkolók. Ebben lehetséges, hogy igazuk van. Ugye ez a mi vagyunk a Ferencváros, sok vitám, én szoktam Facebookozni, és a Facebookon mindig megvívom ezeket a csatákat, én magam. Nem a titkárom, meg nem a barátaim, én magam, amikor időm van, telefonról, tabletről, mindenhonnan nyomom és vitatkozunk. És ez jó egyébként? Én Facebookon érintkezni azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. Melós azért, tehát nem nagyon látok Európában olyan klubelnököt, aki hajlandó magát kitenni annak, hogy egyébként vexálják. De az nagyon fontos a szurkolóknak tudni azt, hogy amikor azt mondják, hogy mi vagyunk a Ferencváros, akkor majd egyszer oda kell állni Kárpáti Gyurika elé, és azt kell mondani, hogy te Gyurika, neked van ez a 3 olimpiai aranyod, de mi vagyunk a Ferencváros. És akkor erre visszakérdez, hogy jó, de én ki vagyok. És persze ezek a fiúk nagyon sok nehéz pillanatban kitartottak mellettünk, meg mi is kitartottunk mellettük. Mert a Ferencváros azért mindig védte a szurkolóit, az én 3,5 évem is ezzel telt, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel én viszonylag sok vitát megvívtam. De én azt gondolom, hogy és az igazi indok az, hogy a nincs tovább névtelenség, meg ilyen tömeg mögé bújás, hogy mi vagyunk a B-közép, hanem itt egyének vannak. Nem gondolom, hogy minden fiú egyébként ekként vélekedik róla. Én látom a régi B-közepes bérleteseknek az arányát. A 60%-uk egyébként újra váltotta a bérletét. Tehát a B-közép sem ennyire egyértelmű ebben a dologban. És vállalni kell minden tettér a felelősséget innen az új stadionban, a Ferencvárosnál vállalni kell. Kicsikét... Azért nagyon fontos dolog, mert ugye, most kicsit úgy beszélünk róla, mintha nem lenne ennek semmi oka. És én ebből a csapatból jövök, csak persze közben megöregettem, én a Fradiban a 2. szektorban voltam. Édesapám mindig mondta, hogy a te és a hülye haverjaid, tehát ez volt a véleményem, erő, akkor már nyilván meglett ember volt, amikor én abban a szurkolótáborban tartoztam. De a futball az megváltozott 1995-96 vagy 98 óta. És egész más követelményrendszereket támaszt a szurkolókkal szemben is. És a mi szurkolói bázisunk az, bár én 3,5 éve most már mióta elnök vagyok, azóta beszélgettem velük, az képtelen megváltozni. És a képtelen megváltozni, pedig elvárásai vannak, azt mondják, hogy a Ferencvárosból legyen egy európai csapat. Hogy mi majd legalább egy európai középmezőnyben, egy BL táblán, egy Európa Liga táblán legyünk. És ezt a követelményt fogalmazzák meg egyébként a mindenkori Ferencváros vezetőkkel szemben. És szerintem mi nagyon sokat változtunk, majd erről szívesen beszélnék, hogy beszéljünk pozitív dolgokról is. Mert közben ők nem változnak ebben a helyzetben, és az mostani európai normákhoz, amikre le lehet vitatkozni, hogy jó vagy nem, de akkor is vannak ilyen normák, az nem hajlandók elvasorban. De lehet, hogy megváltoznának. Először is nyilván nem mindegyik balhés. Másodszor... Abban is látszik, hogy 60%-uk újra regisztrált, tehát neki ez nem probléma. Én úgy érzem, hogy egy kicsit elbeszélnek egymás mellett, mert ők azt mondják, hogy az eddig meglévő mechanizmus, a klubkártya, az új arénába beépített nagy felbontású kamerák is tökéletesen alkalmasak arra, hogy a rendbontókat, ha vannak, kiszűrjék. És ezzel a rendszerrel mi a problémájuk? Amennyire én ki tudtam venni az érveiket, egy olyan intimitású eszköznek tartják. Nem, az a problémájuk, hogy ők nem tömeg, hanem ők egyéni emberek. Direkt választottunk egy olyan rendszert, tehát nem véletlenül választottuk ezt, egy olyan rendszert, ami egyébként semmilyen bűnügyi nyilvántartásban nincs benne, semmire nem lehet használni. De klubkártyával sem voltak tömeg, névre szóló klubkártya volt. Igen, de ön szerint például egy biztonsági ember, aki ott áll és beengedi a nézőket, az hány százalékban azonosítja be az embereket? Elmondom én pontosan, 40%-ában. Elnök úr, én erre is olvastam ellenérvet,
arra nem gondolt, hogy esetleg nem jó a biztonsági szolgálat? De minden biztonsági szolgálat ilyen. Minden biztonsági szolgálat. Hát végigmentünk a nemzetközi példákon. Gondolja, hogy a Den Haagnak a stadionjában, Hollandiában véletlenül van arcfelismerő szoftver. Gondolja, hogy nem gondoltak arra, hogy egyszerűbb lenne megfizetni néhány biztonsági embert. Minden rendszer kijátszható, ez nem. És ebben semmi probléma nincsen, mert ha új lenyomatot vettünk volna, megértem, mert az új lenyomat egyébként a bűnügyi nyilvántartásban szerepelők nem akarnak ekként vélekedni. Ha arcfelismerő szoftvert használtunk volna, ott a szurkolókat le kellett volna fényképezni három oldalról, akkor tudja az arcfelismerő szoftver felismerni őket. Ráadásul végignéztem a Den Haagnál, hogy ez hogy van, be kell lépni egy ilyen karámba, mint a Bika Rodeónál, bezárnak előről, hátulról, oldalról, és föl kell nézni egy kamerába. Ez megalázó az egész helyzet. Ennél egyszerűbb, profi megoldás, ráadásul olcsóbb, nincsen a kamerarendszer, ami... Mégis azt mondják, hogy nincs ilyen a világon. És az egy probléma? Tehát nem lehetünk, de nem lehetünk valamiben jók. Nem csinálhatunk Európában jobbat, mint bárki. Én szerintem miért ne csinálhatnának? Hát pontosan erre van szó. De próbálom tisztázni a nyereség-veszteség rovatot. Igen. Nem veszít el túl sok embert? Nem. Így? Ők azt mondják, hogy már a megnyitó mérkőzésen... 11%-ot veszítünk vele. De ők a leghangosabbak. A csapat buzdítása szempontjából ők úgy érzik, hogy sokkal többet jelentenek. A következő, azért ez is egy attitűd kérdése, hogy én úgy állok a Ferencvároshoz, hogy én nem vagyok pótolhatatlan. Frodi elnökként így vélekedem. Ők úgy gondolják, hogy pótolhatatlanok. Tehát nem lehet így hozzáállni valamihez, amit szeretünk. Olyan rendszert dolgoztunk ki, ami egyébként nekik nem lehet semmilyen esetben sok probléma, ha csak nem a problémát keresik. De szerintem most a problémát keresik, és ezzel meg kell barátkozni. Problémát keresik, hát ezen túl is találtak még problémát, nem ők, úgy általában a Fradi szurkolók, például az új aréna, ami gyönyörű, és ezt mindenki elismeri, és örül neki, magasnak tartják a jegy- és bérletárakat, magasnak tartják a büféjárakat. Okay, ez a Fradi, itt nem lesz soha úgy, hogy nyilván ezt önnálam sokkal jobban tudja, nem lesz osztatlan. De kedves Péter, mennyibe kerül most mondjuk egy B-közepes bérlet, és ez a legolcsóbb bérlet? Ön szerint mennyibe kerül egy meghosszabbított bérlet? Tavaly is bérlete volt, az idén is bérletet vett. Egy meccsnek az ára mennyi? Nem tudom. Pedig ön is elhiszi, hogy drágák a bérletek. Nincs 1400 forint. A legolcsóbb jegy, hogyha valaki jegyet vesz, 1800 forintba kerül a stadionba. Valóban 20%-nyi emelés van benne az előző évekhez képest, a volt ülőjúti jegyekhez képest. De vajon ez az új aréna ennyit nem érdemel meg, hogy nem ázunk rongyá? Hát ön is járt ebben a régi stadionunkban, az Albert arénában, vagy az Albert stadionban. Hát hogy néztek ki ott a WC-k? Hogy néztek ki a büfék? Az vajon egy európai dolog volt-e? Én azt gondolom, hogy ennyi áldozatot ők is meghozhatnak érte. És persze vannak drágább jegyek is, de mindennek megvan a maga oka. Itt mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelő jegyet. És az kétségtelen tény, hogy hoztunk egy új kategóriát a felező vonal környékén. Ott van olyan meccs, ahol 4,5 vagy 5000 forintba kerül egy jegy. De érdekes módon ezek a bérletek fogytak el először. Tehát erre szerintem megvolt az igény, hogy még egy kategóriát nyissunk, és ezek az emberek megfizetik. Most jó lenne a szurkolóknak is jót tenni, és jó lenne a Ferencvárosnak egyébként pénzt is keresni, és szerintem megtaláltuk a jó arányt, mert akinek kevés pénze van, az be tud jönni egy átlag stadionba egy normális jegyáron. Elnök úr, rengeteg csomó van még ezen a kárkán, érdemes végigmenni. Például, miért Groupama Arena? Nem érzi úgy, hogy az Albert stadion után ez komercializálódott ez a csapat, vagy ez a név, vagy ezeknek az időknek a követelménye? Nem érzi úgy, hogy ez nem helyes? Miért Allianz Arena? Valóban ebben igaza van, de ott nem volt előtte Rummenigge Arena. Pedig lehetett volna, látja? Hogyha Münchenire gondolt. Látja, lehetett volna, de mégsem azzá tették, és a Rapid Wien, az miért változtatja meg a mostani stadion nevét, és miért lesz abból is Allianz Arena? Pénzért feltételezem. Hát, így van. Ez a bevétel, amit ezért kapnak, ez mennyire jelentős a Ferencváros? Szerintem Magyarország egyik legnagyobb sport szponzorációs szerződése.
Anélkül, hogy összeget mondani, hát akkor... Mert nem mondhatok összeget, ezt kérte a... Ezt elmondhatjuk. Ezt kérte a biztosító társaság, akivel... Tehát akkor mondhatom azt, hogy nagyon jelentős a Fradi életében ez a bevétel. És ez megérte, hogy ezt a névcserét... Nézze, végre, hogy csak Habárt kétségtelen, hogy Albert Flórián egy gyönyörű szobrot kapott a bejáratnál. De meg egy... Ha szabadna, mert azért az embernek van lelkiismerete etéren. És én a Flóri bácsival nagyon jóban voltam. Ellátott egy-két tanácson, amikor én Fradi elnök lettem. Az ő édesfia az nekem jó barátom. A Magdival együtt dolgozunk az Albert Alapítványban. És amikor a gyerekekkel arról beszéltem, hogy ha Flóri bácsi most belépne az ajtón, ide visszatérne közénk, és el kéne számolnom a dolgokkal, akkor ő is azt mondaná, hogy Gábor, ennek így kellett lenni. Mert a Fradi érdeke volt az első. De én nagyon komolyan hiszem, hogy a Flóri bácsi egy értékrendet teremtett a Fradiban. Ezért nem véletlenül van szobra. A klub alapító szobra mellett egy hasonló méretű, gyönyörű szobrot állítottunk szerintem az aréna elé. A stadion melletti utcát nem véletlenül hívják Albert Flórián útnak. És a legszebb dolog, amit az én elnökségem óta csinálunk, az az Albert Alapítvány. Amit évről évre egyre komolyabban veszünk. 14 kiállítást csináltunk a Flóri bácsiról, ezek mind települések, 4 talán még határon túl is volt, mind kis településeken voltak. A mi alapítványunk 144 gyereknek fizeti ki a sportoláshoz szükséges tagdíjait. Tehát ha az a kérdés, hogy egyébként a Flóri bácsinak az örökét én tovább viszem-e, akkor azt gondolom, hogy igen, és a lelkiismeretem ilyen téren. Annyiban önnek feltétlenül igaza van, hogy azok, akik nehezményezik a pénz az nagyúr filozófia elterjedését, mondjuk a Fradinál, azok nem tiltakoznak, hogyha egyre jobb és drágább labdarúgokat vásárol a klub. Valamiből meg kell ezeket. Azt gondolom, hogy igen, most, hogy labdarúgókat, utánpótlás nevelés, szóval nagyon sok mindenre kellett költenünk arra is. Szívesen nagyon sokat megváltoztattunk a Ferencvároson az elmúlt 3 évben. Azt majd a jó Isten meg az eredmények eldöntik, hogy jó irányba, de hogy ezt én egészen biztos vagyok benne, hogy most már sokkal közelebb vagyunk Európához, mint 3 évvel ezelőtt. Elnök úr, hogyha ezekben a napokban az ember lemerül az internet zöld-fehér bugyraiba, ott hát nagyon szomorú dolgokat tapasztal. Itt már említettünk egy-két vita témát. Egy másik pont, hogy a Chelsea elleni megnyitó mérkőzés, a világhírű angol klub jött a Fradi ellen játszani, és jó meccs volt, helytállt a Ferencváros kitűnően. De azt mondják, hogy olyannyira nem volt rá érdeklődés, hogy önök, már mint a klub, ingyen kellett, hogy nagyon sok jegyet szétosztanak. És ön ezt elhiszi? Nem, én ezt csak megkérdeztem. Hát ugye minden hírnek a forrását érdemes megnézni, van egy ilyen kör, aki ezt terjeszti. Egyetlen cég volt, akivel kötöttünk egy nagy megállapodást, aki a meccsnapi szponzora volt. Ez egy taxitársaság volt. És a taxitársasággal kötöttünk egy olyan megállapodást, hogy ők a megszponzorok, ők vesznek reklámidőt is, és vesznek jegyeket. Hogy a jegyeket mire használják fel, milyen promóciós célra, mert ugye az volt a vád, hogy olcsom, vagy tényleg ilyen fillérekért adják oda ezeket a jegyeket, ahhoz nekem nincs közöm. De ha ezek az emberek, akik ezzel a váddal illetnek, egyszer leülnének és azt mondanák, hogy na hát akkor itt van most egy cég, adjunk nekik ennyi jegyet, az ennyi jegyen túl egyébként még fizetnek egy viszonylag tetemes összeget, hogy legyenek a nap szponzorai, akkor ők is meglépték volna ezt a lépést, mert ugye a Ferencváros bevételeit azt hozni kell. Az bizonyos mértékig visszakanyarodtunk a Fradi Ultrák kérdésköréhez. Szerintem túl sokat töltünk ennél. Csak úgy eszembe jutott, hogyha leülhetnének önnel, de hát ön azt mondta, hogy nem tartja a vezetőiket hitelesnek. Nem tud velük tárgyalni a továbbiakban. Nem merült föl önben soha, hogy egy átmeneti időszakot adjon neki? De ott volt átmeneti időszak 3,5 év. 3,5 éve beszélgetünk, nem tudtak megváltozni. Én szerintem túl sok időt foglalkoztunk vele. Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy hát a színházigazgatók sem kérdezik meg arról a nézőket, hogy milyen darabot játszanak. Én 3,5 éven keresztül próbáltam megértetni velük, hogy mi a pálya. Leültünk megbeszélni, hogy hogy építsük a stadiont. Jelentős tervmódosítások történtek azért, mert azt mondták, hogy ők úgy szeretnék, hogy ne alul legyenek a nézőbejáratok a stadionban, hanem emeljük őket följebb. Átterveztük a stadiont a kedvükért. Megcsináltuk a
a kápónak, így hívják azt a fiút, aki a meccset sosem látja, hanem csak vezényli a szurkolókat. A kápónak áterveztük a helyét. Hangosítása van és mikrofonja van. Megtettük azt, hogy az egész stadion graffiti mentesítve van, de az ő bejáratuknál nem festettük le ezzel a graffiti mentesítővel, hogy otthonossá tudják tenni a stadionjukat. Szerintem én megtettem mindent. Azt ígértem nekik, hogy normális csapatunk lesz, szerintem normális csapatunk lesz. Az előző Fradi elnökökkel szemben korrupciós vád engem nem ért évek óta. Nincsenek láblógató emberek, nincsenek zavaros vagy zűrös ügyek gazdaságilag a Ferencváros körül. Én megtettem mindent. És azt gondolom, hogy túl sok időt kérnek, vagy visznek el már tőlem. Én teszem tisztességgel a dolgomat, ők is tegyék, jöjjenek és buzdítsák a csapatot. Tehát azt mondja, hogy aki kim van, kim marad, ez pontosan így. Aki be akar jönni, bejön. És továbbiakban ez az ügy le van zárva. Elnök úr, tett egy olyan utalást, hogy a csapat már pedig jó, vagy jobb. Ezt most nem a Ferencvárosnak címezném a következő kérdéseimet, de a Fradi elnökének igen, hogy egyébként ez nem így van. Tehát a magyar labdarúgás gyötrelmes, és mintha egyre rosszabb lenne. Hát ön benne elég pessimista. Él ebben a közegben. Miért? Hát van az a mondás, hogy régi bűnnek hosszú az árnyéka, de nem értek önnel egyet, mert szerintem a magyar labdarúgás egyre jobb. Mert egyre izgalmasabb bajnokságot, vagy bajnokságokat lát. Ez kétségkívül egy térből és időből kiragadott kis gömbben van a magyar foci, a maga viszonyain belül izgalmas és értékelhető, de hogy kiszabadulunk a nemzetközi porondra. Igen, de szerintem az az idő is el fog jönni, amikor majd ott is megálljuk a helyünket. Az utolsó valamire való szereplésünk, ugye az a Debrecennek a szereplése volt, amikor tudtak menni csoportkörbe, aztán utána a Videoton került néhány évvel ezelőtt az Európa Liga csoportkörébe, és valóban van 2-3 éves szerencsétlen megakadásunk. De én mondjuk csak azért a 3,5 évért vállalok felelősséget, mióta én a Fradi elnöke vagyok, ott folyamatos nézőszámemelkedés van. Ha önnek igaza lenne, és a Ferencváros egy rosszabb futballt játszok, nem lenne ennyi néző, de mégis van. A Fradi körülbelül 10 000-es átlagnézőszámot hozott otthon, és a legnézettebb meccsei vannak vidéken. Ha ez nem lenne, és a Fradi egy rossz csapat lenne, akkor ez nem következne be. Igen, elnök úr, de ez azért alapvetően az optika kérdése, hogy ez a 10 000, ez sok vagy kevés? De az embereket ne... De sokkal több, mint tavaly volt. És sokkal több, mint máshol, ezt is mondhatná. Hát igen, de sokkal több, mint tavaly volt, és még több, mint tavaly előtt volt. Tehát az biztos, hogy fejlődünk, és azért ez egy viszonylag pontos értékmérő, amikor azt mondja az ember, egyre több embernek tetszik a Ferencváros. Elnök úr, az nem gondolja, hogy az is értékmérő, hogy most már akkor augusztusra nem marad állva a magyar csapat nemzetközi kupákban? De az is értékmérő, de szerintem ez egy 2-3 éven belül meg fog változni. Nekem erről abszolút pozitív véleményem van. Azt nem tudom, hogy magyar játékosokkal, vagy milyen számú magyar játékosok, de hogy a magyar klubok a mostani infrastruktúra fejlesztés miatt, az anyagi stabilitás miatt egyre vonzóbbakká válnak. Én csak a Fradiról tudok beszélni, de látom a többi klubnak a fejlődését is, mert nyilván azokat is kell mérnem, hogy a Fradi vonzó klub be hozzájuk képest, milyen szakmai munka zajlik. Szerintem 2-3 éven belül ott kell, hogy legyünk a többiekkel, a többi környékbeli országhoz képest szerintem sokkal jobb eredményünk kell, hogy legyen. Elnök úr, csak néhány gondot. Ha megnézzük a Ferencvárosnak az infrastruktúráját, hogy milyen voltam, amikor én elnök láttam. Ülőítő stadion, most Grupama Arena van némi különbség. Én arra szeretném kérni önt, hogy egyszer jöjjön el az edzőközpontunkba, a Népligetbe, és nézzen ott körül, hogy az hogy néz ki, meg hogy működik. Az egy európai hely lett. Pedig nem költöttünk sokat rá, csak nagyon rendben tartjuk, és nagyon odafigyelünk rá. Hogy sportszakmailag a Ferencváros mennyit fejlődött. Nekünk egy árva öreg orvos bácsink volt, amikor én a Fradi elnöke lehettem a futballnál. Most egy komoly orvosi stáb dolgozik mellettünk. 2 masszörünk volt, most 2 masszörünk és 2 fizioterapeutánk dolgozik. Az egyik Németországban diplomázott, a másikat pedig a Chelsea-től hoztuk el, ott volt vezető fizioterapeuta. Hogy milyen mérési és elemzési rendszereket használunk most, és milyeneket használtunk régen. Ezekben óriási erőnyelépések vannak, és én azt nem tudom elhinni, hogy
ennyi munkát egymás mellé téve, ebből nem fog kijönni eredmény, mert ki fog. Elnök úr, ezzel most közvetve, és megnéztem egy nem sokkal ezelőtti interjúját, abban ki is mondta, hogy türelmet kér a szurkolóktól, de a szurkoló, és különösen a magyar futballszurkoló, az egy olyannyira különös lény a világ labdarúgásában, hogy amikor türelmet kérnek tőle, akkor voltak éppen azt az egyetlen dolgot kérik tőle, amilyen nincs. Mert évtizedek óta ezt hallja. És én nem vitatom, és nyilván a szurkolók sem vitatják, sőt örülnek neki, hogy az ön által felsorolt körülmények milyen fejlődést jelentenek. Mert biztos, hogy azt jelentenek. De a szurkoló azt kérdezi, oké, hol az eredmény? Hol a bajnoki cím? Na de nem lennének. Most mondok egy példát, csak hogy a körülmények milyenek. Van ez a Chelsea-nek ez a Courtois nevű kapusa, belga válogatott, bajnokok ligája, döntőt játszott. A Chelsea most kölcsönbe volt, és most visszahozták, és egy sérülésből jött vissza, és az edzőközpontunkba eljött. És azt mondta, körülnézve itt nem is értem, hogy önök miért nem szerepelnek nemzetközi kupában, mert egyébként a stadionjuk, meg az edzőközpontjuk már olyan, amilyennek lenni kell. Ha nem ilyen hely lenne, akkor gondolja, hogy el tudtunk volna hozni mondjuk a svájci első osztályból egy Kukurozovics nevű játékost. Vagy el tudtunk volna hozni egy Leonardo nevű játékost. Vagy mondjuk egy Besicset ide tudtunk volna hozni a Hamburgból, aki egyébként bejött a játékosoknak az öltözőjébe, és azt mondta, hogy Hamburgban sokkal rosszabb öltözőben öltöznek. Tehát ezek azért mind hozzátesznek a magyar futballhoz. És kétségtelen tény, hogy a mai magyar futball nem fejlődik sokat, nem látványos a fejlődése. Tehát azért egy Besics nevű játékost eladtunk 2,5 millió euróért az Evertonnak. Ilyen drágán még a magyar NB1-ből nem adtak el játékost. Szerintem ez nem a sikertelenség jele. Igen, de voltak éppen az ön felsorolása is tanulságos, mert amiket felhozott most pozitív példákat, azok között egyetlen magyar játékos sem volt. De tudnék mondani onnan is. Láttuk, hogy a magyar utánpótlás válogatott szinten sem brillírozott. Nem tudom pontosan, mi a helyzet a Fradi utánpótlásánál. Nem lehetséges, hogy minden baj gyökere ott van? Régi bőn, hosszú árnyék. 2 évvel ezelőtt szilveszterkor mondtam néhány keresetlen mondatot. Több hétig voltam az újságok címlapján, hogy a magyar futballszakma hol beteg, de szerintem a Fradinál ezen rengeteget változtattunk. Ott is az infrastruktúrán nagyon sokat változtattunk, tehát 3,5 évvel ezelőtt a Ferencváros utánpótlás csapatai azok pályákat béreltek, mert az edzőközpontunkban nem voltak olyan minőségű pályák, ahol lehetett volna játszani. Most nekünk 5 füves pályánk van, el lehet jönni megnézni, hogy az hogy néz ki. Komoly felügyelet alatt dolgoznak az edzők. Látjuk a játékosokat, vagy a sportoló gyerekeket, hogy mikor lépnek be, a szülők is látják ezt, értékeléseket csinálunk róluk, ez nagy rendszerre lett építve. A szakmai felületet, vagy a szakmai felügyeletet egy Ralf Zundig nevű ember végzi. Ő a másodedző egyébként az első keretünknél. A Ralf Zundig német szövetségi alkalmazott volt, a német futball újra álmodásának az egyik atya, és volt gánai szövetségi kapitány. Ott is megteremtettünk már mindent, ami ahhoz szükséges, hogy a mi gyerekeink aztán majd jól legyenek kiválasztva, és jó képzést kapjanak. De én nem vagyok ennyire borulátó, mert mondjuk a Fradinál mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy legyenek magyar gyerekeink. De most csak a fiatalokat mondom, akik ott vannak már az első csapat környékén, a Csillus nevű srác tegnap játszott. Chelsea ellen is játszott, nem is rosszul, 17 esztendős. Rendkívül gyors gyerek. A Batik Bence, Szegedről hoztuk el, 2 éve van nálunk, tavaly az MTK-nál volt kölcsönben, most már ott van az első keret közepén. Egy európai labdarúgó lehet belőle. A Nagy Domi Pécsen már játszott NB1-es meccset, itt is már néha föl tud kerülni. Az U19-es válogatottban végig játszott az Európa bajnokit. Ott van a Holman Dávid. Azt gondolom, hogy van remény ezekben a srácokban, nagyon sokat kell velük dolgozni, szerintem az alapképzésekben ott vannak hiányok, fizikálisan vannak hiányok. Hát nem jutok itt a beszélgetés előtt, beszélgettünk, hogy a Böde Dani, aki nálunk egy testes, erős játékos, úgy is hívjuk, hogy a tank,
az angol védők mellett nem volt egy kirobbanóan erős alkat. Pedig őket nem hívják tankra, ők csak védők. Csak azért mondom, hogy persze vannak ilyen tekintetben lemaradások, de a dolog nem reménytelen. De azért különös egy magamfajta a labdarúgáshoz egyáltalán nem értő embernek, mert igen, én vagyok Magyarországon az az egy ember, aki azt mondja, hogy nem ért a labdarúgáshoz, mert én úgy magamtól azt gondolnám, hogy erőnlét, meg izom, tehát ezeket meg lehet szerezni. Igen. De lemaradások vannak. Egy 18-19 éves gyereket, hogyha megnéz Argentinából, megnéz Angliából, azok felnőttek már. Ami 18-19 éves gyerekeink még gyerekek. Akkor mégiscsak az utánpótlás. Hát van ott ilyen, van lemaradás, és ilyenkor kell behozni, amikor a gyerek fölkerül az első kerethez. Tehát az biztos, hogy ezen változtatni kell. Elnök úrön, a Fradi elnökeként nyilván aktív kapcsolatban van a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, az MLS-szel, és hogy hát benne él ebben a világban. Hát teljes megdöbbenéssel fogadták a szurkolók azt, hogy MLS kártya lesz, és most már csak így lehet meccsre menni. Hát én nem is tudom, hogy ezt hová tegyem, hogy az ember nem foghatja meg a 6 éves fiát, hogy gyere, nézzük meg ezt a csapatot, menjünk meccsre, mert így szoktak szurkolók születni, nem máshogy, hanem mindenféle adminisztratív ügyekkel nehezítik meg a dolgukat. Maga kártya ellenes. Ön szerint mennyi időt kell befektetni mondjuk a Ferencvárosnál, hogy egy kártyát kiváltson valaki? Nem tudom. 2 percet. Ez a vénaszkennerrel együtt van, 2 percet. Előkor is az MLS-nél is így lesz. Én most kifejezetten az MLS kártyára kérdeztem de azt rá. Meg az MLS elnökétől, vagy a főtitkárától kell megkérdezni. Igen, ő nincs itt. Én csak azt tudom, hogy a Ferencvárosnál ez 2 percet vesz igénybe. Ha valaki Ferencváros meccsről akar jönni, meccs előtt is meg lehet csináltatni a kártyát. Korlátozott számban, mert 1000 kártyánál többet egy nap alatt nem tudunk kiadni. De ha valaki el szeretne jönni meccsre. Most egyébként 30 000 kártyánk van kiadva, tehát az hogy nem szeretnék ezt a... Volt 60 000 kártyánk volt kiadva, 45 000 aktív kártya volt közülük, 45 000-en jártak általában meccsre, 30 000-en már most megcsináltatták, úgyhogy még nem volt első hazai meccsünk. Elnök úr, most vegyük ki ebből a körből a Fradit, mert ezzel a kérdésemmel igazán nem a Ferencvárosra céloztam. A Fradi az egy sajátos eset a magyar labdarúgásban, a legnagyobb klub, legnagyobb közönség, legnagyobb tábor. De én ebben a kártyarendszerben hiszek. Azért hiszek benne. De az nem igaz, hogy ez leszűkíti a közönség körét. De és nem, amikor a nézőszámmal küzd minden egyes klub, akkor ez lecsökkenti. Ön szerint miért nem járnak az emberek meccsre? Ezt még senki nem kérdezte meg tőlük, de én hajlamos lennék rávágni azért, mert vacak a foci. Hát igen, meg az emberek félnek meccsre jönni. Ezt úgy mondom, hogy én abból a szektorból jöttem, akiktől egyébként egy darabig féltek az emberek. Ha eljött volna a Fradi napra, a Magyar Nemzet főszerkesztőségével szemben volt olyan alacsony becslések 30, a magas becslések 50 000 embert. Mondták, hogy a Fradi napon ennyien voltak, 11 000-en jöttek be a stadionba megnézni a stadiont. Csak gyerekek és szülők. Vajon miért nem találkozunk velük a meccsen? Azért, mert az édesanyák félnek attól, hogy amikor görög tűz van a szektorban és füst van, akkor majd egy gyerek meg fog fulladni. Én tudom, hogy nem fog, de az édesanyjának ez az első gondolata. Amikor bedobnak egy hanggránátot, akkor azt gondolja, hogy meg ki fogja vinni a gyereknek a szemét. Én tudom, hogy nincs így, de az édesanyák ezt gondolják. Nem gondolja, hogy egyébként a magyar futballnak van egy ilyen lehetősége, hogyha normális körülményeket teremt, akkor ezek az emberek el fognak jönni családostól meccsre. És persze nem lesz olyan hangos szurkolás, ez kétségtelen. De hogy nekünk a Ferencvárosnál ez is egy célunk, hogy az édesanyák kint legyenek, a lányok kint legyenek, mert amikor majd anyukák lesznek, akkor elhozzák a gyerekeiket a Fradiba sportolni, és bár én Soroksáron élek, de ha az én lányom majd egyszer sportolni szeretne a Ferencvárosba, akkor majd kell szánnom minden nap 2 órát arra, hogy bevigyem oda, meg hazahozzam őket. Ezt nem lehet másként csak Fradi szívvel csinálni. De a Fradi szív nem fog megjönni, hogyha előtte egyébként egy kislány, mielőtt még feleség vagy anyuka nem lett, nem jött el egyszer Fradi meccsre, és nem tudta megérezni, hogy ez micsoda. Tehát szerintem ebben a dologban biztonságot kell teremteni a Ferencváros körül. Az emberek ezzel, a fradisták is egyetértenek, mert csak 11% tiltakozik a kártyán, és a többiek pontosan tudják, hogy miért van ez. Elnök úr, annyiban könnyű a helyzetünk, hogy ez villámgyorsan ki fog derülni. Ha megszületik mindenhol ez a kártyarendszer, csomó eddigi szurkoló kimarad, meg lehet nézni 1-2, maximum 3 év múlva, hogy vannak-e az ön által említett családok, és akkor át lehet gondolni. Ez így van, de vannak erre példák azért. Európában ez hogy volt? Mondjuk Angliában ez hogy történt? Fogalmazhatok úgy, hogy ez voltaképpen ez egy tervezett közönségcsere? Nem. Vagy közönségjavítás? Átalakítás? Nem. Csak én azt szeretném, hogy lennének felelősségek, és mindenki vállalná a testeire a felelősséget. Ön politikus is,
a legnagyobb kormánypárt egyik vezető beosztású vezetője. Általában kérdezem most, nem csak kifejezetten a Fradit, hogy nagyon sok politikai támadás érte a Fideszt a stadion építések miatt. És nyilván ön a Fradi elnökeként nem fogja, meg fideszesként nem fogja azt mondani, hogy ezeknek igazuk volt, de hogy látja, hogy mennyiben igazolható Orbán Viktor miniszterelnök megköszönte az adófizetőknek a Ferencváros stadionját, amikor azt a beszédet mondta a megnyitáson, hogy mennyire igazolható a többség számára, hogy az adójukból stadionok épülnek, amikor megnéznek egy meccset, és hát azt látják, amit. De sokkal messzebbről kezdeném. Kezdjen nyugodtan. Hogy miért építünk stadiont, mindig az a kérdés. Meg egyáltalán miért vezetünk egy sportklubot? Azért, mert gyerek lelkeket kell megmenteni. Ebben a stadionban is gyerek lelkeket kell megmenteni. Mert az egy primér cél, hogy a csapat nyerjen. A másodlagos cél, hogy ennek a csapatnak legyen néhány jó játékosa. Olyan játékos, mint a Danira gondolunk, a Böde Danira gondolunk, akit érdemes követni. Hogy egy csomó gyerek kezdjen el majd sportolni miatta. Jöjjön ki meccsre, ezért kell a családoknak ott lenni. Aztán jöjjön el a Fradiban futballozni. A dolog rosszul néz ki, mert csak 1000 gyerekből olyan 1-2 lesz tehetséges vagy NB1-es játékos. De a többi 999-nél vagy 998-nál ott lehetőséget kapunk arra, hogy jobb emberek legyenek. Olyan emberek, akik megtanulnak csapatban dolgozni, akik hisznek a munkában, segítik a gyengébbet. Ráadásul állandó orvosi felügyelet alatt vannak, akik drogszűréseken mennek keresztül. És erről egy egész estét végig tudnék beszélni önnek, hogy milyen világ van, pont a külvárosi életem miatt, hogy látom, hogy a gyerekek között mennyi drogfogyasztó van. Ezért aztán kapunk lehetőségeket. A kérdés, hogy kell a stadiont építeni? A stadion nagyon szép. Önnek mi tetszik benne a legjobban? Tehát ez annyira modern, annyira szép az egész. Azzal a sassal különösen. Nem tudnék kiemelni, szeretem az egészet. Nagyon sok munkám van benne. Benne van a lelkem, az elmúlt 2 éven minden szabad időm. A stadion építőjével mi gyakorlatilag minden szombat délelőtt ott reggel 8 órától délig kint voltunk, és az alapozástól elkezdve az utolsó belső berendezésig beszéltünk mindent. Talán a legnagyobb szépsége az, hogy európai viszonylatban ennyi pénzből egy ilyen európai mértékkel mérve is nagyon jó stadiont föl tudtunk építeni. Sokan azt mondják, hogy ma ez Európa legmodernebb stadionja. Oda belépni ilyen tekintetben nekem jó érzés, mert ebben egy részt tudtam vállalni, vagy én is benne voltam. Van egy közhely a magyar sportújságírásban, illetve sok van, de most én egyre célzok, amikor azt mondják egy ilyen új létesítményre, hogy az egy ékszerdoboz. És gondolkoztam azon, hogy egyébként éppenséggel ez bizonyos mértékig találó, mert egy ékszerdoboz akkor az igazi, akkor becsüljük meg, akkor örülünk neki, akkor tartjuk sokra, ha van benne ékszer. Hát ez egy stadion esetében nyilván a közönség, a csapat, az eredmények, amik jönnek, és olyat is olvastam, én nem értek ehhez, de neves sportolók mondták, labdarúgók, hogy ilyen stadionban nem is lehet rosszul játszani. Tehát mit szólt ehhez a létesítményhez a csapat? Már a közönségről már beszéltünk, hát de a csapat? Azt mindenki látta, hogy játszottak a Chelsea ellen. Hát ha még van egy kis szerencsénk, persze a Ha nevű játékos sem játszik, de beverjük a második nagy helyzetünket, vagy harmadik nagy helyzetünket, mert volt 2 is egymás után a második fél idő elején, még nyerhettünk volna a Chelsea ellen. Pedig a Chelsea azért néhány milliárd forinttal drágább csapat, csak a pályán levő játékosokat megnézzük, mint miért. Hát egy Chelsea, egy Magyarországon focizó labdarúgó életében ez alig, hanem egyedi esemény, de jönnek majd a magyar csapatok. De én azt gondolom, amelyek hogy azért nem akkora nevek, gondolom, de ott is bizonyítani hogy a környezet mindenkire hatással lesz, szurkolóra is, az odajáró emberekre is, a szakmai stáb tagjai is, különösen sportszakmailag is nagyon jó dolgokat tud a stadionon kell, akkor erről is tudunk beszélni. De a játékosra is, meg a játék minőségére is kihatással lesz, TV közvetítésre, meg egy csomó mindenre jó hatással van. A magyar sajtó egy része nagyon
sokáig foglalkozott azzal, hogy a vendégöltöző ebben az új arénában nem olyan, mint az hazai öltöző. Hát nyilván nem tudták, hogy ez a világ minden stadionjában így van. Ez egy újabb ok volt, hogy belekössenek magába a létesítménybe, de ez alig, hanem a tájékozatlanság rovására. Mert a rossz indulat, de ez engem nem zavar különösebben, mert az én lelkiismeretem ebben a dologban is tökéletesen tiszta. Lelkiismerete, illetve a lelke, amit érez. Tehát akkor ön nem rendítette meg a fütty, és töretlenül hisz abban, hogy amit csinál, azt jól csinálja. Gondoltam, vagy gondolja, hogy amikor én Fradi elnök lettem, erre nem számítottam. Nem volt még olyan Fradi elnök, akit ne fütyültek volna ki. Ez igaz, ez valóban csak időkérdése volt. Köszönöm, hogy eljött időnkre járt, és nézőinek is köszönjük a figyelmet. Jövő héten ugyanebben az időpontban ismét találkozunk. A viszontlátásra.